A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben és a tudomány mai állása szerint semmi mással nem pótolható. Hazánkban a folyamatos vérellátás biztosítása érdekében éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradás szükséges a biztonságos ellátáshoz. Ez azt jelenti, hogy munkanapokra lebontva napi 1600-1800 véradóra van szükség. Ebben az évben is mintegy 1000 véradónknak fogjuk átnyújtani a többszörös véradásért az elismeréseket. Ugye az ünnepségek azok most a pandémiás helyzet miatt nem szervezhetők, emiatt más formáját kell megtalálnunk ennek az eseménynek, hogy most is méltóképpen jusson el a véradókhoz ez az apró kis megemlékezés ajándék, ami nyilván nem tudja kifejezni azt az önzetlenséget és nagyszerű dolgot, amik ők tesznek. Mi csak próbálkozunk, hogy kifejezzük az elismerésünket annak érdekében, hogy a továbbiakban is számítunk rájuk. Településeken fogják a területi vezető és véradás szervező munkatársaink átadni az ajándékokat. Sok helyen véradással egybekötött ünnepség lesz, tehát azokat a véradókat is megszólítjuk, akik most éppen a kitüntetésükre, elismerésük éppen várományosai lennének, meg természetesen az összes többi véradót is, akinek még most nem úgynevezett nem kerek véradása következik. Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, vörös vérsejt koncentrátumot, trombocita koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Így akár három különböző emberen is segíthet egy véradó. Ezért azt kell látni, hogy az, aki akár egy 50-szeres véradó is, csak ha azt számoljuk, hogy évente 4 alkalommal elment valaki vért adni, az azt jelenti, hogy több mint 10 éves véradói pályafutás van mögötte. Azért ez egy óriási elköteleződést jelent egy olyan ügyiránt, ami mindig is térítésmentes és önzetlen felajánlás volt Magyarországon. Tehát az, aki a véradás mellett elkötelezi önmagát, az tényleg egy nagyon nemes célt teljesít, egy nemes célt tűzött ki maga elé. Az lenne a jó, ha nagyon sok véradó család lenne Magyarországon, hiszen a gyerekek számára nagyon sok mindenben azért az a nagyon jó példa, amit a szülők mutatnak neki, és azt gondolom, hogy a véradásban ez nagyon sokszor köszön vissza, amikor véradókkal beszélgetünk arról, hogy hogyan lettek véradók, hogy az édesapja, az édesanyja is véradó volt annak idején, és hogy ő tőlük látta ezt, és mivel látta a szülei elköteleződését, és ők vitték el az első véradásra, ezért ő is úgy gondolta, hogy neki is ott van a helye. A hazai véradások minden esetben szigorú előírásokhoz kötöttek, a jelenlegi helyzetben pedig kiemelten fontos, hogy csak egészséges személyek jelenjenek meg. A véradó helyszíneken minden biztonsági előírást betartanak, és ezt várják el az odaérkezőktől is. A szakember elmondta, jelenleg a véradás és a kórházak vérkészítménnyel való ellátása is folyamatosan biztosított.